Az még egy fontos része a kutatásuknak, és most itt olvastam is már a mostani össze, tehát a májusi adatokhoz írt elemzésben, hogy vajon az egyes távolokat mi az, ami összetartja. Tehát itt fontos fokmérője az is, hogy mennyire elégedett a kormánnyal, mennyire elégedett, hogy jó irányba mennek-e a dolgaink, és mi az a közös pont, ami mondjuk a Fidesz táborban fellelhető? Ugye a Fidesz táborban megkockáztattuk azt a halvány mondatot, hogy valahova a minimumának, a szavazati minimumának a határára ért. Nem zárjuk ki, hogy még csökkenjen, tehát a jelenlegi 16%-os támogatottsága a népesség egészen belül kisebb legyen. Ez mennyi, mit mondott? 1,4? 1,3-1,4 millió között. Tehát nem zárható ki, hogy csökken, de nagyon valószínű, hogy most valahol a határán lehet már ennek, és ezt abból feltételezzük, hogy az ön által is említett tényezők. Tehát az, hogy mennyire tartja magát, vagy mennyire régóta van a Fidesznél, hogy az előző választáson is ott volt, hogy Orbán Viktorban feltétlenül hisznek, 85 pontos a népszerűségi indexe a táboron belül, hogy majdnem mindannyian 80% fölötti arányban jobboldalinak tekintik magukat, tehát ez egy nagyon erős ideológiai összekötő elem, és hát, hogy az ellenzék tevékenységéről nagyon negatívan vélekednek, és említsünk meg még egyet, és akkor megértünk sok mindent. Szerintem, a Mumus, mondjuk ki a Mumus nevét. Sok mindent megértünk arról, hogy miért foglalkoznak Gyurcsány Ferenccel mostanában oly sokat, mert ez egy nagyon fontos összetartó kapocs a Fidesz jelenlegi táborában. A népszerűségi mutatója, ha lehet így fogalmazni, 7 pont, tehát inkább népszerűtlenség mutatja a táboron belül, Fidesz táborán belül. Tehát tulajdonképpen azt kell mondjam, ez majdhogy nem olyan erős, mint az Orbán Viktorban való hit, mint összetartó kapocs, mint egységesítő elem. Tehát egészen hihetetlen egyébként. Tehát maga a szám is elég hihetetlen, hogy ilyen pici számokat lehet mérni egy politikusi népszerűségnél. Tehát, hogy van most pillanatnyilag 1,3-1,4 millió honfitársunk, akik igazából a politikai felfogásuk, eszmerendszerük, hitvallásuk, ami mind nagyon-nagyon fontos, de annak két igazi fő pólusa van, tehát amire lelkesednek az Orbán Viktor, és ami miatt lelkesednek, az egy gyűlölt személy, a fő mumus, az ellenség, az Gyurcsány Ferenc. De ez gondolom ugyanígy van az MSZP táborában is. Az MSZP táborában is így van, Mesterházi Attila népszerűsége is magas, nem éri azokat a felhői régiókat, mint Orbán Viktor, 70 pont körül van, de ez egy kifejezetten jó népszerűségi mutató, viszont ugyanígy Orbán Viktor megítélése nagyon negatív, tehát azon az oldalon, pedig ő a mumus, 8 pontos a népszerűségi mutatója. Gyurcsány meg 7 volt. Így van, tehát ez ugyanaz, és még egy fontos momentum, hogy ugyanígy az MSZP táborának összetartó elemei között ott van a kormány tevékenységének a masszív elutasítása, és a Fidesz, és a Fideszről való nagyon negatív vélekedés, tehát az MSZP tábor elég egyszerű helyzetben van, megkezdik tőle, hogy melyik párt, amelyikre semmiképpen nem szavazna, akkor kétharmaduk azt mondja, hogy a Fidesz, még 20% körül ott van a Jobbik, és a többiek nem mondanak semmit. Tehát lényeg az, hogy az MSZP tábornak Orbán Viktor és a Fidesz tábornak Gyurcsány Ferenc, és általában az ellenzék, és valamilyen mértékben, azt hiszem 6-tizedes arányban az MSZP, mint egy ilyen kapocs egységbe kovászolja, forrasztja ezeket a táborokat. Ezért, ja, nem, ezért 10% a Jobbikra, igen, és 5% a DK-ra mondja, igen, igen. Azt, hogy semmiképpen nem szavaznak. Igen, igen, tehát amelyet a Fidesz esetében. Igen, tehát itt nagyon fontosak ezek az összetartó elemek. Éppen azért én azt gondolom, hogy nem csak hogy a Fidesz tábor ért a minimumára valószínűleg a szavazatvesztésének, vagy annak a maximumára, de az MSZP tábor is valószínűleg így egyben tud maradni legalábbis rövid távon, és az a kérdés, most elindul-e az építkezés, tudnak-e erre rárakni? A múlt hónapban, amikor beszélgettünk, vagy 2 hónapja, akkor voltak ennek jelei, hogy nagyon aktívak voltak a pártok március közepe és április közepe között. Mindjárt megmutatjuk, hogy az elmúlt 3 hónap hogyan alakult. Tehát azt már itt azt hiszem láttuk is. Ja, de az elmúlt 3 hónap, a választások óta. Tehát voltak jelei annak, hogy ott megizmosodnak, ott van egy pici emelkedés, csökkent a nem szavazók, a pártoktól távolságot tartók aránya is. Tehát tényleg a pártok az év elején elég jól bevetették magukat, és itt március-április között olyan témákkal foglalkoztak, ami a választók számára vonzó volt, ha nem is tetszett, de legalább olyan értelemben vonzó, hogy a pártokhoz odasodródtak, de ideig óráig tartott. Ez az elmúlt 1 hónap elég unalmas volt, lehet, hogy itt a stúdióból néz a vendégeket, hallgatva nem itt tűnt, de a választók... Sőt.
Sőt, de a választópolgárok számára ez egy csendes hónap volt. Hát, hogyha most az ábránkon a nézők a színeket nem tudják, hogy színmagyarázatot kibogozni, akkor ugye a legfelső és ilyen elég alaposan emelkedő sötét-zöld görbénk az a pártoktól távolságot tartók, vagy bizonytalanok. Tehát ők azok, igen, akik tényleg masszívan növekedtek, alatta a narancssárga a Fidesz, az MSZP, a Jobbik, az LMP és a DK-t láthatják. Na nézzük azt a bizonyos népszerűségi listát. Hát, ha még ezt lehet népszerűségi listának nevezni, tehát ekkora pontszámokkal már, ez már tényleg inkább népszerűtlenségi lista, nem? Így van, mondjuk el a nézőknek, hogy 100 fokú a skála, tehát hogyha valaki nagyon, nagyon népszerű lenne a magyar választóközönség körében, akkor valahol ott 60-70-80, mint annó Göncz Árpád, és még nagyon sokan, tehát a 90-es években maga Orbán Viktor, Hon Gyula, tehát sorolhatnánk azokat a személyeket, akik a megválasztások Dávid után, hogyne, igen, igen, ő is nagyon magasan, meg hát a köztársaság, még a Márl Ferencnek a pontszáma is 60 fölött voltak belépésekor, és hát ez szépen ment lefelé, és itt látjuk, hogy a legnépszerűbb politikusnak az indexe 30-as, tehát egy 100 fokú skálán. Tulajdonképpen egy ilyen fura helyzet van, mert most azt kellene mondanunk, hogy Áder János nagyon jól debütál, és tényleg, mert a népszerűségi rangsor első helyére jött került be. Azonnal. Így van, azonnal. Annyiban árnyalhatjuk a képet, el nem vitatva ezt a pozíciót természetesen, ez egy nagyon jó antré, hogy ez egy alacsony pontszám úgy összességében. Egy rossz pillanatban, hogyha ezt a népszerűségi indexet komolyan veszük, akkor egy rossz pillanatban lett ő köztársasági elnök ebből a szempontból, úgy egyébként persze nagyon jókor, és ez mindig jókor jön. És látni, hogy az elmúlt hónap rongálta a politikusok presztízsét, ez az élvonal, igen, rongálta a politikusok presztízsét, mindenki esett. Aki 3-4 pontot esik, azt hívjuk mi statisztikailag markáns negatív változásnak. Most látjuk a középmezőnyt, itt is ugye. Gyakorlatilag mindenkire. Hát Orbán Viktor, tehát ő is 4 pontot, Navracsics Tibor is. Igen. Most én azon gondolkodom, hogy ki mivel szolgált rá. Tehát szegény Navracsics Tibor mit csinált április és május között, hogy 4 pontot veszített. Itt valószínűleg nem, bizalomból. Itt egy általános bizalomvesztés van, tehát nem biztos, hogy ezt a véletlen is el tudja rendezni egy-két ponnyi különbségeket. Itt valószínűleg az általános politikusi bizalomvesztésnek vannak nagyobb mértékben és egy kicsit kisebb mértékben károsultjai, elszenvedői. Olyan nagyon nagy jelentőséget szerintem ezeknek a különbségeknek nem kell, vagy a változások. Ez a vége. Igen, és ez a vége. Itt is lehet kérdezni, hogy ki mivel szolgált rá, hogy a Matolcsy György esetében a választópolgárok az elég sok mindent összegyűjthettek az előző hónapokban. Ki mivel szolgált, mondjuk Schmidt Pál áprilisban még ott volt és az elején. És márciusban pedig 30 volt a népszerűségi mutatója, tehát itt egy radikális visszaesés van 2 hónap távlatában. De az az érdekes, tehát még egyszer, hogy azt nem mondom, hogy a véletlen rendezi el, hogy ki az utolsó és ki az első, de az, hogy 20 és 30 pont között látunk pontszámokat egy nagyon szűk tartományban, mikor a skála a 100 fokú, tehát egy nagyon nagy skála. Azért mondtam, ez már népszerűtlenségi mutató. És egységesen, tehát itt az is érdekes, hogy nem nagyon differenciáltak a politikusi megítélések, hanem egy tömegben vannak, valahol lent, és ez szerintem eléggé katasztrofális és tragikus, és ezen sokat lehet gondolkodni, hogy tenni mit lehet ellen, a fogalmam sincs, hogy lehet a választók bizalmát megnyerni. De hát ez az a bizonyos 54%, akikről beszéltünk, a hosszú-hosszú fehér csík ott az első táblánk alatt, tehát a pártól már eltávolodottaknak az aránya, a népszerűségi listán is megmutatkozik. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.